várt módon robbant be a Neoton Familia az E78-as koncertterembe Pécsen. Jól ismert dallamok és újak is követték egymást 2021 évzáróján. A tradicionális pécsi koncert több mint 10 éve ringatja, és ugyanakkor lelkesíti rajongóit karácsony után december 30-án. Szerencsére egészségesek, a pandémia okozta elszigeteltség termékenyen telt a zenekar életében. Hát csináltunk egy új lemezt, tehát volt idő alkotni, és nagyon rossz volt, hogy sokáig nem tudtunk föllépni. Ez mind új dal, Éva írta a szövegét, én írtam a zenéket, és azért tükrözi ezt az elmúlt egy-két évet, tehát hogy egy kicsit olyan balladisztikus, de van egy-két rock nóta is rajta. Három dalt bemutatunk, és hát már ezt ősszel elkezdtük, és nagyon tetszik a közönségnek, hál' Isten. Hát az összes nagy nótát, amit nem lehet kihagyni, nyár van, holnap hajnalig, Szandokán, 220 felett, és a többi. Egy ilyen koncertre csak az megy el, aki nagyon szereti a Familiát, ez nyilvánvaló, de vajon ennyi évtizedes koncertező múlt után a közönség tudja-e még inspirálni a színpadon játszó sztárokat? Ezt nagyon érezzük, és én mindig abba bízom, hogy ők is érzik. Volt egy ilyen régi szállóige, hogy nincs rossz közönség, csak rossz zenekar van, tehát nekünk át kell adni azt az energiát, ami bennünk van, és amikor úgy érezzük, hogy ők vették és vissza, árad az energia, akkor jó a buli. Csepregi Éva nosztalgikus lélek, szeret emlékezni korábbi koncert helyszíneire, hiszen szívének, lelkének egy nagyobb darabját mindig ott hagyja. Így Pécs is a szeretett listán szerepel nála. Visszamenni bármilyen helyre, az egy nagyon nagy élmény, mert ez azt jelenti, hogy akkor ott megszerették a műsorunkat, megszerettek minket, úgyhogy én büszke vagyok rá, hogy Pécsen mindig vagyunk, most már 15-ször talán. Jó, hogy nem most nem a sportcsarnokban, de hát itt vagyunk Pécsen minden esetre. Úgyhogy nagyon sok ilyen hely van, ahol mindig van koncert minden évben. Most voltunk például a Sportkastélyban, ugye minden második évben van arénánk, és akkor sorolhatnám, de nagyon sok helyen visszatérő. Úgyhogy ez szerintem egy nagy élmény mindig, és egy elismerés is tulajdonképpen. Egyetlen szikra elé, egyetlen szóló, hogy érezd, hogy mennyi él az élet. Egyetlen mosoly elé, egyetlen dallam, hogy az égig szárnyaljon a szíved. Amiről Ádám beszélt, az új lemezük címe, az újratervezés. Éva nagyon szépen és elgondolkodtatóan szólt a járványos időszakról. Ez egy érdekes dolog volt, nagyon jó volt, hogy tehát eddig csak mindig egy-egy szöveget írtam, de így egybe ez egy jó pofa dolog volt, és úgy éreztem, hogy valahogy valami úgy elkapott engem. Hát végül is azért zenéltünk együtt, sokat tervezgettünk együtt, úgyhogy azt hiszem, hogy a mi szakmánkat nagyon érintette ez a dolog, de hát nem akarok panaszkodni, mert sokan voltak így, akik rosszul élték meg, és mit lehet tenni? Ez egy háborús időszak, és mindig örülni kell a mai sikernek, a mai dolgainknak. Én azt mondom, amikor kérdezik tőlem ugye egy riportokban, hogy van-e újévi fogadalmam például,
akkor mindig csak azt szoktam mondani, illetve hát egy párszor elgondolkodtam, hogy az új évi fogadalmam, hogy igenis jól leszek, minden nap jól leszek. És persze vannak nagyon jók, vannak egy kicsit rosszabb napok, de alapjában véve örülnünk kell mindennek, ami van nekünk, mert különben akkor nagyon-nagyon nehéz lesz átélni ezt a nehéz időszakot. Hosszú és színes műsor elé nézhetett a közönség, a Vártsiker pedig nem maradhatott el.